Farkas Gergely, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Családbarát kormány miért különböztetik meg hátrányosan a diákhiteles fiatal édesapákat címmel? Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A Jobbik már 2014-ben és azóta is többször kezdeményezte, hogy az állam részben vagy egészben engedje el a gyermekeket vállalóktól a diákhitel tartozást. Örvendetes, hogy ez a jobbikos javaslat nemrégiben meghallgatásra került, ugyanakkor érthetetlen és sajnálatos, hogy csak részben és így torz módon született meg ez a megoldás. Ugyanis az eredeti jobbikos javaslat nem tartalmaz családon belüli diszkriminációt, így az édesanyák mellett az édesapákra is kiterjesztenénk ezt a családtámogatást biztosító intézkedést. Nem úgy, mint a jelenlegi rendelet, amely támogatás révén, mint ismert, azoknak a diákhiteles hölgyeknek, nőknek, akik második gyermeket vállalnak, elengedik a tartozásuk felét, míg harmadik gyermek esetén a teljes összeget. Tisztelt államtitkár úr! Érthetetlennek tartjuk a fennálló megkülönböztetést, ugyanis ha a születendő gyermek édesapja fizeti a diákhitel tartozást, az kétségtelenül ugyanúgy a családi kasszából von el pénzt. Pedig lehetne másképp is, csak hogy rájuk önök nem voltak tekintettel. A jelenleg igazságtalan szabályozásból az is következik, hogy önök nem tartják szem előtt azt a helyzetet, hogy például adott esetben elváltak a szülők, vagy tragikus haláleset történt, és emiatt a férfi neveli a gyermekeit, és neki kell fizetni a diákhitelt. Hol van ilyenkor a családbarát kormány? A Jobbik mellett a hőok és az alapvető jogok biztosának megállapítása szerint is diszkriminatív a hatályos szabályozás, mert nem vonatkozik a diákhitelre rendelkező édesapákra. Éppen ezért az alapvető biztosi jelentést is figyelembe véve a diákhitel elengedésének feltételének újra gondolását kérjük a kormánytól, kiszélesítve ezen kedvezmény jelenlegi kereteit. Tisztelt államtitkár úr, kérdezem, hogy miért különböztetik meg hátrányosan a diákhiteles fiatal édesapákat. Az alapvető biztosi jelentést is figyelembe véve megteszik-e a vonatkozó rendelet módosítását, felszámolva ezzel a jelenlegi észszerűtlen, igazságtalan és diszkriminatív állapotot. Várom érdemi válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, a kérdéssel Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Önné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. A kormány számára fontos, hogy a családokat minél több úton módon segítse. Éppen ezért vezettük be azt a kedvezményt is, amellyel az édesanyákat és rajtuk keresztül a családokat tudjuk segíteni. Abban tudjuk őket segíteni, hogy az édesanya tovább tanult, és ez diákhitelből tette meg, akkor most már második, harmadik gyermek vállása után a felét vagy az egész összeget elengedi az állam, és az édesanya helyett kifizeti a család számára. Azt hiszem, hogy egy fontos intézkedés volt, és jó, hogy ennek a költségvetési fedezetét tudtuk biztosítani. Sajnáljuk, hogy sem a költségvetési fedezetét, sem azokat a gazdasági intézkedéseket, amelyek ide vezettek, hogy most már erre is van fedezete a magyar államnak, a Jobbik és az ellenzéki pártok nem támogatták. Az is kicsit furcsa, amikor önök azt mondják, hogy amikor nincs kedvezmény, akkor ez egy jogszerű helyzet, ha az édesanyáknak van kedvezmény, ez egy jogszerűtlen helyzet, mintha ne lehetne Magyarországon az édesanyákat támogatni. Mi az a gyermeket nevelő édesanyákat támogattuk akkor is, amikor a nők 40-et bevezettük, önök azt sem támogatták, és most is a gyermeket nevelő édesanyákat támogatjuk akkor, amikor a diákhitelt részben vagy egészben elengedjük, akkor, amikor gyermeket vállalnak. Pontosan azért, mert úgy gondoljuk, az édesanyáknak többes terhelése van, nem csak a munkában állnak helyt, hanem a gyermeknevelésből is természetszerűleg több hárul rájuk. Ezt a többes terhelést szeretnénk, ezt a többes áldozatvállást szeretnénk a részükre ebben is kifejezni, ennek az elismerését kifejezni, és az alaptörvényben is rögzítettük éppen ezért a 15. cikk 5. bekezdésében, hogy az állam a nők védelme érdekében jogosult, sőt azt is mondhatjuk, hogy köteles rájuk célzott külön támogató intézkedéseket hozni. Ez is egy intézkedés, amivel az édesanyákat próbáljuk kedvezőbb helyzetbe hozni. Önök sehol sem a nők 40-nél semmit nem tudják ezt az elvet követni, úgy látom. Viszont szerencsére sokan igénybe tudták venni, ha csak az idei év első fél évét nézem, 1300 édesanyának tudtunk segíteni, közel átlagosan 1 millió forinttal. Örülünk, hogy ezt megtehettük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát.